Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, Black Ops 3, végre látettem a kezemet, és végre hosszú idő után a kodosok úgy döntöttek, hogy bétát fognak engedni. És ennek örömére egy jó pár videót fogtok látni tőlem most Black Ops 3-tól, egy komoly kiértékelést szeretnék csinálni mindarról, amit tapasztaltam, amit láttam eme béta során, természetesen nem arról fog, illetve hát mindenről fogunk beszélni, hogy hogy néz ki a játék, milyen gondaim voltak vele, mi tetszett benne, mi nem, és úgy általánosan mi a véleményem róla, úgyhogy az elkövetkezendő napokban tartsatok velem, és egy átfogó véleményt próbálok hozni erről a játékról, úgyhogy már van mögöttem egy jó pár év tapasztalat a kódban, így aztán már rögtön igyekeztem arra figyelni, ami igazán fontos, és egy olyan képet hozni nektek, hogy könnyebben tudjátok eldönteni, hogy esetleg, hogy szeretnétek-e megvenni ezt a kódot, vagy nem, főleg azoknak, akik kipróbálták, vagy főleg azoknak, akik az első perc izgalmait úgy élik meg, hogy ez a játék netán fantasztikus, és aztán megveszi a játékot, és két hét után netán rájön, hogy mégsem olyan fantasztikus. Szóval mindezeket igyekszem elkerülni, és egy hideg fejjel nekiállni és megnézni a dolgokat, szóval az biztos, hogy elég objektív leszek, és nem fogom egy ilyen személyes térrel előzíteni az egészet, hogy én mennyire élveztem, vagy nem élveztem ezt a játékot, úgyhogy remélem, hogy velem tartotok. A gameplayekről annyit, hogy itt folyamatos javuló tendenciát fogtok látni a játékokban. Előre is elnézést kérek ezért az első videó minőségéért, nem hogy csak játékban, de maga a képi minőségéért is, mert hogy ugye a PC beállításaimmal voltak némi gondok, így aztán legalábbis egy evolúciót fogtok látni arra, hogy hogyan tudtam javítani a beállításokat a PC-n, illetve el fogom magyarázni mindenkit, mert itt hatalmas felfájást adott nekem az elején ez a kurva Call of Duty, főleg az egér miatt leginkább. Tehát még a grafikát megemésztettem volna, de az egérre sok-sok-sok gondom akadt, így aztán ha szeretnétek, akkor dobjatok egy kommentbe, és csinálok egy ilyen beállítások videót is, hogy a későbbiekben ne legyen gondotok vele, és hogy ki tudjátok hozni azt a 100 FPS belőle, hogyha szükséges. Ugyanis amikor elindítottam ezt a játékot, akkor nekem PC-n ugye egy 45 FPS-en volt, és egy GTX 770-et futtatok, szóval a elkövetkezendő 35 évben a Call of Duty-nak 100 FPS fölött kellene futnia. Ez azt jelenti, úgyhogy ha megtartják ugyanezt a grafikus motort természetesen. Úgyhogy iszonyatosan meg voltam lepődve, de mondom, jó, a 45 FPS még túlélem, majd elkezdek utána nézni, hogy esetleg találok-e valamit a fórumokon, hogyan emeljek az FPS-en, belenyúlni a settingsbe, és a többi. Na, de a lényeg, nem is ez volt a legnagyobb bajom, hogy 45 FPS-en, mondom, hát akkor majd elnézést kérek tőletek, hogy csak nem 60 FPS-ben jön a YouTube videó, az kész. A gondok az egérnél adódtak. Így elkúrni egér irányítást én még nem láttam játékban. Oké, béta, oké, rendben, de ezt egy kicsit is megtartják, vagy ki nem veszik ezt a fajta egérbeállítást, ez egyszerűen katasztrofális. Tehát a katasztrófának a katasztrofálisa, azt kell, hogy mondjam. Ugyanis beraktak egérfilteringet, és beraktak mouse acceleration-t is, tehát egyszerűen mouse filtering és mouse acceleration van, erre készüljetek fel azoknak, akik nem játszottak vele. A katasztrófa katasztrófája az, amit műveltek az egérrel. Egy ilyen kategóriájú FPS shooterben, ahol az egér precizitás a legfontosabb dolog az egész kurva játékban, elkúrták az egészet. Na most nincsen baj, mert be lehet állítani, csak azért elég macera, hogy miért nem lehetett a régi, jó megszokott nyers inputot berakni, ahogy esik úgy puffonra, mert így helyből nem kell átszokni, megszokni, semmi ízé, hogy az miért nem volt jó. Nem tudom. Szóval egyelőre megvan, valóban valamit csináltak a PC verzióval, mert megvan adva, hogy lehet optimalizálni. De ilyen szar optimalizálást nem láttam. Nem lehúzom a játékot, félreértés ne eszek, ez csak a beállítások. És fogok csinálni egy ilyen beállítások videót, hogy mit hogyan kell beállítani, hogy elérjük maximális FPS-t megfelelő minőséggel kapcsolatban. Ezért nagyon remélem, hogy idővel javítanak. Vagy én nem tudom, hogy tudnának úgy javítani, optimalizálják jobban a motort, hogy ne kelljen ezeket a dolgokat megcsinálni. Tehát, érted, megveszel egy játékot, megint csak ha megveszel egy játékot, kiadsz érte pénzt, és nem tudod megfelelően beoptimalizálni, az katasztrófa.
Főleg egy ilyen kategóriai FPS shooternél, főleg, hogyha ebből a shooterből bármilyen szinten is szeretnének egy kompetitív shooter csinálni, mert el kell ismerni, hogy a Call of Duty Ghost óta, ja, hát talán Black Ops 2 utántól akármilyen kód jelent meg, már nem lehet elmondani kompetitív, igazán kompetitív kódnak. Bármilyen szinten is szórakoztatási faktoruk viszont nagyon magas. Szóval az mindegyik oldalak szórakoztatási faktor van magas. Annak, aki játszik oldal, élvezi, szórakoztatási faktor van magas. Most félértésre esik, sehol nem húztam le a játékot, és semmi ízére nem beszél. Abban csalódtam egy kicsit, ugye mondták, hogy most a PC-sek fognak kapni becsületes kodot. Valóban igyekeztek megcsinálni azt, hogy a PC-seknek sok-sok beállítási lehetőségük legyen. De egy helynél elkurták, tehát az a baj, hogy nem számít, hogy leveszed vagy fölveszed a grafikát, az gyakorlatilag nem változtat az FPS számodon. Nem az fog változtatni az FPS számodon, hanem az, hogy milyen képszűrést fogsz alkalmazni. És hogyha leveszed a képszűrést, több FPS nyersz, ha fölveszed, akkor kevesebbet. Az alap képszűrési beállítások nálam viszonylag magasak voltak, gondolom a videokártya miatt, nem tudom, hogy kinél mennyi lehetett, de nekem úgy hoztak, így ilyen 45 és 60 FPS között volt, és katasztrofa volt, amíg rá nem jöttem, hogy ezzel kell játszadozni, és akkor megpróbáltam betalálni egy megfelelő képszűrést, minőséggel kompenzálva, és akkor a 150 FPS és 80 között tudok elérni, és behúztam ezt az egészet egy ilyen stabil 80-90 FPS-re, és ez tényleg egy stabil 80-90 FPS, és ez fantasztikus. És el tudtam érni azt a minőséget, amit a holnap utáni, vagy ezek utáni videóban fogtok látni, javuló játékkal, ugyanis ugye az FPS és az egér kontroll összefüggésben áll nagyon egymással. Minél gyengébb az FPS-et, annál rosszabbul működött a mouse acceleration. És olyan szinten, látni fogjátok a videóban, és ezért mondom, hogy evolúciót lehetnek látni a gameplayben is célzás terén, de még így is van nála egy kis egérlag, emiatt az acceleration és a filtering miatt. Hiába van kikapcsolva, lehúzva nullára, a beállítás akkor is érzékelhető, főleg hogyha az egeredbe bármilyen szinten is be van építve a mouse acceleration, hogyha szerintem egy sima nyers input egered van, azzal jobban kijössz, mint hogyha egy gamer egered van jelenleg Call of Duty-hoz. Mert a mouse acceleration hihetetlenül szarul működik. Bedugtam a régi egeremet, az egy ilyen sima nyers input gamer egér, semmi mouse acceleration, semmit, egy nyers shooterekre fejlesztve, még azzal is. Igazából gondom volt. De lehet, hogy sima 500 forintos egére simán fasza. Tehát ez a érdekes benne. Szóval ez még tesztelésre vár, vagy inkább arra vár a ti kommentjeitek, ti hogy érzékeltétek az egeret, és a célzás fontos lenne. Ha leírnátok, akkor kicsit öregebb lennék én is a tudástéren. Nos, ezek voltak így az első dolgok, amit úgy éreztem, ki kell mondjam magamból. PC-sek, meg lehet nyugodni, igen. Kaptunk egy kodot, ami jól fut PC-n, mert megvan rá a lehetőséget, hogy emelj az FPS számokon, viszont számítanod kell arra, hogy azzal képi minőségbeli romlást kapsz. Na most, aki szórakozásra vágyik a Call of Duty-n belül, maximálisan meg fogja kapni, valószínűleg. A Call of Duty, ez a modern fajta Call of Duty, még mindig Call of Duty tehát, és megvannak azok az opciók, de természetesen rontasz a képi minőségeden, hiába jók a reflexeid, nem fogsz észrevenni dolgokat. Szóval, akinek kevés FPS gondja van, de 1080p-ben, 720p-ben tud játszani, azt a filteringet vegye le egyre. Tehát egyre vegyétek le a filteringet, talán holnap elhozok egy ilyen beállítás videót. De addigra már úgyis véget ér a béta, de talán a jövőben fel fogjátok tudni használni. De a filteringet vegyétek le egyre, és akkor elértek egy megfelelő arányt a képminőség és az FPS között, és az egér sebessége is, tehát főleg a mouse acceleration, az nem fog oly mértékben bezavarni. De amit látjátok, egy ilyen szinten mellélőjek, tehát itt is, ez velem nagyon ritkán fordul elő, de egyszerűen nem bírtam az egeret irányítani.
katasztrófa volt. Attól függetlenül sikerült összehozni azt a killstreaket, tehát meg lehet csinálni, és ez is csak egyet bizonyít, hogy a mai kodokból nincs már igazán nehézség, csak szórakozás van. És ez az, ami fontos, azt hiszem, egy játék szempontjánál. Ha kompetitíven akarunk játszani manapság egy shooterrel, akkor Counter-Strike közül. Gyakorlatilag, mert jelenleg nem mondanám, hogy van egy olyan shooter kint, ami el tudom képzelni, hogy a professzionális szintre tudja emelni a kompetitív shooterekkel. Tehát Counter-Strike, és hogyha még élne a Titanfall, akkor az lenne a másik, amire tudnék szavazni, hogy kompetitíven lehessen vele játszani. Szóval a Call-ot kérlek, azt úgy kezeld, mint nem kompetitív shooter, egy szórakozás shooter. És itt fogok kitérni az elkövetkezendő videókban arra, hogy mennyire volt szórakoztató faktor, mennyire volt új faktor, a mozgáskultúra. Nagyon arra szeretnék kitérni, hogy milyen fejlődés és változáson esett át az előző kozokhoz képest. És szeretnék kitérni a pályákra, amivel előre elmondom, hogy nagyon elégedett voltam. Azt hiszem ez a három pálya, amit itt ki lehetett próbálni, számomra egy fantasztikus élménnyel szolgált. Ezt előre elmondom nektek, csak szerettelek volna egy kicsit így bevezetni. Szóval lesz majd a későbbi adó is, mert pályákról fogunk még beszélni, pályaszerkezetekről, új mozgáskultúráról, sorba fogjuk venni a karaktereket, akikkel lehet játszani, itt bele fogunk menni ebbe a Destiny féle megoldásokba, ahol kapsz egy ilyen szuper képességet egy adott ideig, és azt hiszem tőlem, ezzel, főleg ezzel kapcsolatban egy más véleményt fogtok hallani talán, mint a többi YouTube-ostól, akik, ahogy én észrevettem, eleinte jól fogadták, később pedig egy csomó hibát találtak ebbe az egész rendszerbe, hogy ez miért nem jó egy Call of Duty-ban, és ennek azt hiszem talán, hogy az ellenkezőjét fogom mondani, és hozzáfűzöm is azt, hogy miért tartom mégis egy elfogadható ötletnek, amit be lehetett építeni a Call of Duty-ban. Erről is fogunk még beszélni. A killstreakek hatékonyságáról, alapvetően az ölési időről, mert mindezek furamód számomra, az én tapasztalatommal elégedett voltam, és ki fogok rátérni, hogy miért voltam elégedett, és ahhoz képest, hogy ez a beta változatban van ez a kód, nyers és objektívan le fogok hozni egy véleményt róla, és igyekszem annak tükrében adni egy hiteles képet. Nem fogom agyonisteni, ugyanúgy fogjátok hallani a hibáit is, hogy mi nem tetszett, és mi tetszett, de azt mondom, hogy várjátok ki a következő videókat, mert lényeges lesz abban, hogy tényleg egy tiszta fejet tudjatok dönteni, mert lesz itt pro és kontra bőven, és sorrendbe vesszük mindent, ami számít, és amit észrevettem itt most. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!